A közelmúltban egy olyan szemet gyönyörködtető kiállításon tettünk látogatást, ahol vadászati tematikájú porcelánokat tekinthettünk meg. A helyszín ezúttal is Herend, ahol ezen fantasztikus alkotások és más porcelántermékek is manufakturális módszerrel, vagyis kézzel készülnek. Hogy hogyan, most megmutatjuk önöknek. Porcelán készítésünk első lépcsőfoka az lesz, hogy egy megfelelő porcelánmasszát kell előállítanunk. Ennek a porcelánmasszának három fő összetevője van, ez a kaolin, a földpát és a kvarc. Ezekhez kevernek vizet és egyéb más titkos adalékanyagokat, és így kapjuk meg a tökéletes porcelánmasszánkat. Különböző állagú masszával dolgoznak készítőink. Itt az első asztalunknál híg folyós porcelánmasszát lehet látni, illetve az öntés folyamatát. Az öntéshez egy gipszformára is szükségünk lesz, ugyanis gipszformánk netszívó képességgel rendelkezik, ezért ha körülbelül 5-10-15 perc után leöntjük a felesleges porcelánmasszát, már fogunk látni egy szép kérget gipszformánk belsejében. Ennek a kéregnek egy újabb 10-15 perces száradási időre van szüksége, és utána tudjuk gipszformánkból kiemelni porcelánunkat. Ilyen és ehhez hasonló, bonyolultabb formáink elkészítéséhez használjuk az öntést, illetve minden egyes figuránk, egyes alkotó elemei is öntéssel készülnek. Figuráink egyes elemeit öntéssel készítik, majd az öntés után fogják összeilleszteni figuráink egyes elemeit. Az összeillesztéshez semmiféle speciális ragasztóanyagra nincsen szükségünk. Első körben egy kis eszköz segítségével felkarcoljuk azokat az elemeket, amiket szeretnénk összeilleszteni, majd pedig vizet fogunk hozzáadni. Az összeillesztéshez használt másik fontos eszközünk az a tiszafa pálca lesz. Tiszafa pálcával tudjuk eltávolítani a még felesleges porcelánmasszát, illetve eltüntetni az összeillesztés nyomait. Ami figuráinknál nagyon fontos, hogy az egyes elemeknek a nedvesség tartalma megegyezzen, illetve minden egyes figuránk belül üreges lesz. Ezért mindenik figuránk aljára fog kerülni egy gombos tűfelnyíjuk. Erre azért van szükség, mert amikor égetésre kerülnek figuráink, forró levegő fog felgyülemleni figuráink belsejében. Ennek a levegőnek valahol távoznia kell, és ez a levegő ezen a kis lyukon tud majd távozni, és ez azért nélkülözhetetlen, mert ellenkező esetben figuráink egész egyszerűen felrobbannának az égetőkemen. Kosár készítéshez készítőinek szükség van egy gipsz modellre. De ezen a gipsz modellen semmiféle minta nem található, mi alapján is kell készítőinek felhelyezni ezeket az úgynevezett spagetti szálakat. Ezért nagyon fontos, hogy készítőink megfelelő arányérzékkel rendelkezzenek, ugyanis ezeket a spagetti szálakat tökéletesen egyforma távolságra kell felhelyezni kosarainkra. Egy ilyen kosár elkészítése körülbelül 20-25 percet vesz igénybe, és körülbelül 6 méter hosszúságú spagetti szálat használnak. Ezt a spagetti szálat egy speciális szálnyomó préssel készítik. Ami még érdekessége kosarunknak, hogy zöld színe van ennek a szálnak. Ezt a zöld szín textil festékkel fogják elérni, de ez a zöld szín már száradás során is folyamatosan halványodni fog, és égetés után már egyáltalán nem fog látszódni, hogy a kosarunk valaha is zöld volt. Az én munkám nehézsége az, hogy sok különböző folyamatot kell megtanulni. Tehát korongosok, porcelánkészítők, ugye a formázástól kezdve az összes díszítő folyamatot tudják készíteni, és ennek a különböző dolgoknak a megtanulása. Tehát ez a legnehezebb. Hát a legszebb az, amikor az ember kezek között formálódnak ezek a dolgok, és amikor az ember azt látja, hogy másnak örömet tud okozni, meg hát saját magamnak is persze. Festőink a festéket por formájában fogják megkapni, ez őrölt kerámia üveg, amihez valamilyen fém oxidot fognak keverni, és ez fogja a színüket kölcsönözni ezeknek a poroknak. A vörösnek például vasoxid, a kéknek pedig kobaltoxid fogja adni ezt a szép színét. Majd ezekhez a porokhoz terpentint, illetve a terpentin párologtatásából származó vastagolajat kevernek.
Egyes minták megfestéséhez pauszpapírt fognak segítségképpen használni festőink. Erre a pauszpapírra felkerül a kontúrja mintáknak, kontúrvonal mentén szépen átlyukaszgatják ezt a papírt, majd ráhelyezik porcelánunkra, szénporosfilt segítségével átsatírozzák, és így fog megjelenni a kontúrja kívánt mintánknak. Másik eszköz az acéltoll, ez egyes mintáinkhoz a kontúruk megrajzolásához acéltollat fognak használni, ez például a figuráinknál is nagyon jellemző. Figuráinknál egyébként pauszpapírt már nem tudnak használni, ott az egyetlen segítségük vagy egy korábban elkészült alkotás, vagy éppen egy fénykép, így a teljes minta szabad kezűre kerül fel figuráink felületére. Amint festőink elkészültek porcelánjaink megfestésével, égetésre kerülnek ezek a porcelánok, ez a dekor égetés 840 fokon fog történni, ugyanis ahhoz, hogy festőink ne kenjék el a festéket, többször ki kell égetni figuráinkat. A folyamatok végén pedig megszületik a kész műremek, melyet gondos kezek finom munkája varázsolt tökéletessé.